A gyógynövényekkel kapcsolatosan ugye általános információink vannak, divatossá is váltak az utóbbi időben, és ez alapvetően helyes. Azonban néhány dolgot célszerű mégiscsak leszögezni, megállapítani. Az egyik ilyen megállapítás, hogy a gyógynövényekben különféle hatóanyagok vannak. Ezek a hatóanyagok nagyon sokféle kémiailag, vannak az illóolajok, különféle más illatanyagok, fehérje molekulák, annak darabjai, és így tovább, és így tovább. Rengeteg ilyen molekula van. Előzetesen megállapítani azt, hogy egy adott, pláne egy új gyógynövény, messzi vidékekről származó gyógynövény, milyen hatással lesz egy adott állatfaj takarmányaként, nagyon-nagyon nehéz. Ezért na, csak nyomatékkal azt tudom javasolni, annak elvi akadálya nincsen, hogy valami olyan gyógynövényt, amelyről nem mutattak eddig ki toxikus hatást, hadd mondjam ezt is, kipróbáljunk. A próbát azonban végezzük azzal a logikával, hogy a szokásos, bevált takarmánykeverék, gyepkeverék, szén, stb. közé egy-két százalékban tegyen be az adott kipróbálandó növényt, figyeljen meg az állat reakcióját, és a legcsekélyebb gondot látok, a legcsekélyebb óvatosságra intő gond azonnal hagyjam abba, tehát ne próbálkozzam tovább, hogy nem baj, majd megeszi reggelre, semmilyen értelme nincsen, és nagyban intek mindenkit, hogy ezt kerüljük el, nem logikus, nem célszerű, és meg egyszer mondom, a növényi hatóanyagok tárháza fantasztikusan nagy, és mai napig is a világ ipara, vagy kémiá, kémiai ipara nem foglalkozik egyébben, mint ilyen hatóanyagok kutatásával, tehát ha nem rendelkezünk információval, legalább óvatosak legyünk, és óvatosan próbáljuk ki. Még egy megjegyzést: az, hogy egy, no egy gyógynövény, vagy egy növény X állatfajnál gond nélkületethető volt, nem feltétlenül jelenti, hogy Y állatfajnál is ugyanúgy megy. Ugye tengeri malacok esetében. Én azt gondolom, nem lévén állatorvos, de azt gondolom, hogy lényegesen érzékenyebb állatról van szó. Tehát kis mennyiségű, szokatlan molekula bevitele, növényi hatóanyag bevitele már problémás lehet. Ezért járjunk el logikusan és óvatosan. Mérgező növényekkel kapcsolatosan ugye a szobában is, hát a lakáson belül is sok olyan növény lehetséges, ez az első megállapítás, amelynek mérgező komponensei adódnak. Hat utaljak például, Valószínűleg majdnem minden lakásban előfordul valami, ami ilyen vastagabb, viaszos levelű difenbachiától kezdve a konyvirágon keresztül, filodendronig sok minden, amelynek a levelei az esetek jelentős részében oxalátot tartalmaznak. Na most az egy más kérdés, hogy hozzáférje az állat, vagy nem, ne férjen hozzá, ha egymód van rá. Mégis előfordulhat akár egy lelógó közel lévő levélnél, hogy kíváncsiságból, éjségből, szomjúságból megkóstolja. Na most ezek az oxalát levelek, amelyek még egyszer mondom, gyakoriak a szobanövényeknél, már az első rákcsálást követően néhány percen belül tüneteket okozhatnak, tehát itt nem elhúzódó dologról van szó, hanem észrevehető dologról, befolyásolja a nyálkahártyát, öklendezés, hányás, akár még, akár még egy kómás állapotig, vagy akár pusztulásig, tehát tulajdonképpen az oxalátok egy erőteljes hatást fejthetnek ki a nyálkoártyára, és aztán lefelé az egész belső traktusra. Úgyhogy mindenképpen kerüljük el, ha mégis valami ilyen történne, akkor viszont valóban az az úgy kell fordulni, azonnal megszakítani mindezt a lehetőséget, és úgy kell fordulni, hogy már tudjuk, hogy valószínűleg itt egy oxalát mérgező hatásról van szó. Egy másik kategóriát képviselnek azok a növények, amelyek például a keringési rendszerre vagy a szívre hatnak, és itt a mondjuk a leander szeretném említeni annál inkább, mert ugye a leander az nyáron esetleg kint van a kertben, aztán Dézsástól együtt bekerül a lakás egy részére, akár az állat is elérheti. Na most nagyon-nagyon fontos alaptény, hogy a leander, mint növényfaj, mindenféle fajtájában a levelei, egyértelműen a keringési rendszerre ható, tehát szívre ható anyagokat tartalmaznak. Magyarul és röviden. Ha az állat ebből elrákcsál akár kisebb mennyiséget is, ha nem is azonnal, de rövid időn belül felléphetnek nagyon súlyos keringési zavarok, és akár elvezethet rövid időn belüli elhullásig is, Hát ez, ez, ez sajnos benne van, hiszen nagyon erőteljes a hatás. Ugyanez történik egyébként, hogyha ember, vagy hogyha egy gyerek fogja elrákcsálni a Leandernek a levelét. Tehát azt kérem minden Leander tulajdonostól, aki ilyen büszke szokott lenni a nagyon szép növényre, hogy tessék szívesen ezt tudni, hogy ez adott esetben akár egy halálosan mérgező növény is, tehát erre nagyon legyünk figyelemmel. De hasonlóképpen legyünk figyelemmel mondjuk egy kertrészletben is, ahol gyöngyvirág van, a gyöngyvirágnak a leveleiről én azt gondolom, ez már azért köztudat, szintén érdemes eh, tudni, hogy az erős ható mérgező anyagokat tartalmaz, a kisállat számára is, meg a gyerek számára is, meg a felnőtt számára is, az állalébe jegyzem meg, hogy két-három eh, két évvel ezelőtt volt ez a nagyon súlyos, szomorú eset, amikor valakik medvehagymaként szedték a gyöngyvirágot, fogyasztották el, és Haltak is meg minden orvosi beavatkozás ellenére. Tehát vonjuk le azt a következtetést, hogy bár messziről nem mindig állapítható meg, de vannak olyan növények, amelyek hatásaik révén egyértelműen problematikusak, kizárni őket csak úgy lehet az állat szempontjából, ha figyelemmel vagyok és megakadályozom, hogy az állat közvetlen kapcsolatban jusson a növényekkel.